Már több mint másfél éve velünk van a koronavírus járvány, és arra gondoltam, hogy érdemes lenne összefoglalni, hogy mi is történt a Covid megjelenése óta a magyar gazdaságban. Volt nálunk gazdasági visszaesés, vagyis recesszió. Mennyire nőtt meg az államadósság? Ideje megijedni a mostani magas inflációtól? Ez a videó nem csak a Covid gazdasági hatásait fogja bemutatni, hanem egy gazdasági gyors talpalónak is vehető, mert egy csomó alapvető gazdasággal kapcsolatos fogalmat is megismerhettek benne. Kezdjük is el! Egy gazdaság egészségének mérésére a legelterjedtebb mutató a GDP, vagyis bruttó hazai termék. A GDP azt mutatja, hogy egy országban egy adott időszakon belül mennyi volt az előállított kész termékek és szolgáltatások értéke. 2020 márciusában kezdődtek el a lezárások. Kijárási korlátozást vezet be a kormány, hogy lassítsák a járvány terjedését. A színházak és a mozik tegnap még játszhattak, mától viszont már nem. Hétfőtől határozatlan időre bezárnak az iskolák a koronavírus járvány miatt. Egyértelmű volt, hogy a GDP nagyot fog esni, hiszen rengeteg termék és szolgáltatás nem jöhetett létre. Például az éttermételek nem készültek el, leállt a légiközlekedés, szállodába senki nem ment, egy időre még néhány gyár is leállt. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy recesszióban van-e még a magyar gazdaság, a GDP adatokat kell megnézni. Akkor mondhatjuk, hogy recesszió van, ha a GDP legalább két egymást követő negyedévben csökkent az előző negyedévhez képest. Ez 2020 első és második negyedévében így is történt. Tavaly tavasszal 14%-ot zuhant a GDP, de azóta elkezdtünk kilábalni, és 2021 nyarán már magasabb volt a GDP, mint azelőtt bármikor. Vagyis nem, már nem vagyunk recesszióban. Az államok kezében az egyik leghatalmasabb eszköz, amivel a gazdaságot befolyásolni tudják, a költségvetés. Meg tudják határozni, hogy mennyi adót szednek be, és aztán a bevételeiket mire költik el. Az állam költségvetéssel kapcsolatos döntéseit nevezzük fiskális politikának. Az államok gyakran többet költenek, mint amennyi bevételük van. Ez úgy lehetséges, hogy a hiányzó részt hitelként felveszik, például úgy, hogy állampapírokat bocsájtanak ki. Az állam kiadásainak és bevételeinek különbsége az államháztartási hiány. Elsőre talán logikusnak tűnhet, hogyha valamilyen válság van, akkor az állam akkor viselkedik felelősen, ha kiegyensúlyozza a költségvetést, és igyekszik nem nagyon eladósodni, hiszen ki tudja, mi lesz. John Maynard Keynes tanainak megjelenése óta azonban elterjedt egy ezzel szöges ellentétben álló válságkezelés, miszerint recesszióban az államnak többet kell költenie, vagy kevesebb adót beszednie. De miért? Az elmélet szerint a gazdaság belekerülhet egy veszélyes körforgásba, ahol a vállalatoknak egyre kevesebb bevétele van, ami ahhoz vezet, hogy egyre több embert bocsájtanak el, mert nem tudják kifizetni a bérüket, az egyre több munkanélküli ember egyre kevesebbet költ, ami miatt a vállalatoknak még inkább egyre kevesebb a bevétele, ami miatt még több embert bocsájtanak el, akik így még kevesebbet költenek, és így tovább. Keynes szerint az állam megtörheti ezt a mélyülő spirált, ha pénzt juttat a gazdaságba. Ezt megteheti úgy, hogy adókat csökkent, tehát a vállalatoknál és az embereknél több pénzt hagy, és úgy is, hogy a lakosságnak juttat pénzt különböző módokon. Például megnövelheti a munkanélküli segélyt, vagy oszthat egyszeri ajándékcsekkeket, mint ahogy az most az USA-ban történt. The biggest news this week was the passage of the $1.9 trillion American Rescue Plan. The passing of it is a very big deal, as it involves, among other things, direct payments of $1,400 to many Americans. Vagy csinálhat az állam mindenféle beruházásokat, például építethet utakat, hidakat és szökőkutakat, és akkor a pénzt a projekten dolgozó emberek kapják meg fizetés formájában. A lényeg, hogy a pénzosztás által az állam próbálja elérni, hogy a fogyasztás ne essen vissza annyira is, ne rúgjanak ki annyi embert, és emiatt ne költsenek az emberek még kevesebbet, és emiatt ne menjen még több vállalat csődbe, stb. Ezt egyébként anticiklikus fiskális politikának hívják. Amikor baj van, akkor az állam hitelt vesz fel és bőkezően pénzt oszt, amikor pedig minden rendben van, akkor igyekszik az államháztartási hiányt alacsonyan tartani és a korábbi adósságokat törleszteni.
Oké, szóval ez az elmélet. Nézzük, hogy mi is történt nálunk a valóságban. Magyarországon 2012 óta az államháztartási hiány a GDP 3%-a alatt volt. Ez egyébként kötelező is az Európai Unió előírásai szerint, de a Covid-ra tekintettel felfüggesztésre került ez a szabály. 2020-ban aztán hirtelen sokkal magasabb lett a hiány, 8%. De persze az elszálló hiánnyal nem voltunk egyedül. 2020-ban az EU 27 tagországában az átlagos hiány 6,9% volt. 2020-ban az államháztartás központi alrendszere a COVID megjelenése előtt betervezett 21.791 milliárd forint helyett 28.414 milliárd forintot költött összesen. Ezen plusz kiadások egy része természetesen közvetlenül a járvány leküzdésére ment el, a többi része pedig gazdaság élénkítő intézkedések voltak. Persze a gazdaságvédelmi intézkedésnek nagy bármi eladható, így kerülhetett ebbe a kategóriába az útfelújítások vagy a turisztikai szektor támogatása mellett például a Budapest-Belgrád vasútvonal építése is. Az államháztartás kiadásai 2021-ben is jócskán meghaladták a bevételeket. Az idei évre tervezett hiány 7,5%. Persze, hogy mondtam, a magyar GDP egy ideje már helyreállt, de 2021 második felében a magyar állam mégis rekordméretű hiányokat hozott össze, aminek a válságkezelésen kívül más oka is lehetnek. Szóval a magyar állam a kínzi tanokat követve bőkezű pénzórásba kezdett. De honnan vette hozzá a pénzt? Hát hitelből. Ezek az új hitelek pedig természetesen jól megemelték a fennálló államadósság állományt. Fontos, hogy az államháztartási hiány és az államadósság nem ugyanaz. A hiány csak egy bizonyos időszakra vonatkozik, jellemzően egy évre. Például a 2020-as hiány azt mutatja meg, hogy mekkora volt a különbség az állam bevételei és kiadásai között 2020-ban. Az államadósság viszont az állam teljes fennálló adósságát jelenti, ami az elmúlt évek államháztartási hiányaiból adódik össze, és csak egyetlen időpontra vonatkozik. Az államadósság mértékét általában a GDP-hez képest a GDP százalékában adják meg, hogy különböző országok között is összehasonlítható legyen. Hiszen nagyon nem mindegy, hogy 28 billió dollár az USA vagy Bhután GDP-je. A magyar GDP arányos államadósság 2019 végén 65,5% volt, most pedig 80% körül van. De mi ennek a számnak a felső határa? Lehetséges például, hogy egy országnak több államadóssága legyen, mint GDP-je? Igen. Japánban az államadósság például 2,5-szer akkora, mint a GDP. Nem létezik olyan elméleti határ, aminél több adósságot már nem halmozhat fel egy ország. Mindaddig, amíg vannak, akik bíznak az állam törlesztési képességében és hajlandóak hitelezni, az államadósság is növekedhet rendületlenül. Baj akkor történhet, ha ez a bizalom elillan. Na de kik azok, akik hitelezik az államot? A magyar államadósság 2019 vége óta kerekítve 30.000 milliárd forintról 40.000 milliárdra nőtt. Ennek a plusz 10.000 milliárdnak nagyjából az egyharmada jött euró és dollár alapú államkötvények kibocsátásából, a maradék pedig forint alapú állampapírokból. Devizában eladósodni azért persze kockázatosabb, hiszen ha a forint gyengül, akkor az adósság forintban növekszik. Ráadásul a bajban sem tudja a jegybank kisegíteni az államháztartást egy kis plusz forint nyomtatással. Hogy forintot nyomtathat a Nemzeti Bank. Tehát, hogy igazából ugye Magyarország számára forintban eladósodni azért előnyösebb, mert azt bármikor vissza tudjuk fizetni, tudunk forintot nyomtatni. Tehát az egyetlen korlát az infláció természetesen, de ugye devizát nem tudunk nyomtatni, legalábbis legálisan nem. Persze a teljes államadósság állományban a devizahitelek aránya még így is csak 20% körül van, ami jóval alacsonyabb, mint 2010 környékén, amikor az államadósság fele volt devizában. A devizahitelek felvételére részben azért volt szükség, hogy kiváltsa azokat az extra EU-s támogatásokat, amiket az Unió egyelőre visszatart Magyarországtól. Az EU ugyanis bejelentette, hogy hatalmas hitelt fog felvenni, nagyjából 800 milliárd eurót. Ez a teljes magyar államadósság kb. 8-szorosa. A hitelfelvétel úgy fog történni, hogy Európai Uniós kötvényeket bocsájtanak ki, törleszteni pedig majd a közös EU-s költségvetésből fognak. Az így felvett kölcsönök nagyjából felét az EU vissza nem térítendő támogatások formájában fogja kiosztani a tagállamok között, a másik felét pedig hitelként fogja továbbadni. Ez főleg szegényebb és rosszabb gazdasági helyzetben lévő tagállamoknak jó hír. Miért?
minél megbízhatatlanabb egy adós, annál magasabb kamatokat kell fizetnie, hogy kompenzálja a hitelezőt a magasabb kockázatért. Gondolj csak bele, kinek adnál szívesebben kölcsön? Görögországnak, aki nemrég államcsőd közeli helyzetben volt, vagy az EU-nak egy erős és megbízható gazdasági szövetségnek? Ha az EU egy egységként vesz fel hitelt, akkor olcsóbban kaphat, mint hogyha az egyes szegényebb tagállamoknak egyedül kéne. Szóval ebből a 800 milliárd euróból Magyarország a tervek szerint 7,2 milliárd vissza nem térítendő támogatást, és nagyjából ugyanennyi hitelt kaphat. Csak hogy egyelőre ezeket a pénzeket az EU visszatartja Magyarországtól, és további korrupcióellenes és jogállamisági garanciákat vár a magyar kormánytól. Na és ezzel át is térhetünk a monetáris politikára, vagyis mindazokra a döntésekre, amiket egy ország jegybankja tud meghozni. A monetáris politika is lehet kontraciklikus, vagyis ha baj van, akkor a jegybank is igyekezhet megakasztani azt a körforgást, ami egyre mélyebb válságba taszíthat egy gazdaságot. A logika itt is nagyjából ugyanaz. Minél több pénzt kell juttatni az emberekhez, a gazdaságba, hogy költsenek. Na persze nem így. Bár a jegybank tud pénzt teremteni, de azt nem teheti meg, hogy nyomtat egy csomót és kiszórja a városok felett. Ennél szofisztikáltabb eszközöket kell használnia. A monetáris politika elsődleges eszköze az alapkamat meghatározása. Ha csökken az alapkamat, akkor a banki kamatszintek is csökkennek, olcsóbbá válnak a hitelek, ezáltal elméletileg az emberek több hitelt vesznek fel, vagyis több pénzt kerül a gazdaságba. 2016 óta 0,9% volt az alapkamat, 2020-ban több lépcsőben ezt lecsökkentették 0,6%-ra. Viszont azóta már jól meg is emelték, most éppen 2,4%-on van, mert közben az infláció is gyors növekedésnek indult. A monetáris politika egy másik eszköze, a quantitative easing, vagyis mennyiségi lazítás. Ennek a lényege, hogy a jegybank elkezd kötvényeket, főleg állampapírokat vásárolni. Ezzel aztán több legyet is lehet ütni egy csapásra. A vásárlásokkal a kötvények a jegybankhoz kerülnek, a kötvények eladóihoz pedig pénz. Az eladók legnagyobb részben bankok, tehát ez így hozzájuk kerülő pénz a bankrendszer stabilitását támogatja. Másrészt a jegybank segít az államnak, hogy könnyebben és olcsóbban tudjon hitelt felvenni. Ha nagy a kereslet az állampapírokra, az azt jelenti, hogy az államnak elég alacsonyabb kamatot kínálnia, és akkor is meg fogják venni a papírokat. Ez előbb már szó volt róla, hogy a Covid megjelenése óta felhalmozódott nagyjából 10 ezer milliárd forintnyi új államadósság kétharmada, vagyis kb. 6600 milliárd forint alapú államkötvények formájában van jelen. Ugyanebben az időszakban a jegybank által tartott állampapírok állománya 3300 milliárd forinttal nőtt, vagyis az új forint államadósság fele végül a jegybanknál kötött ki. Az állam tehát lényegében a jegybanktól kapott hitelt, aki ezt a pénzt a semmiből létrehozhatta. Az állampapírok kamatainak csökkenése az alapkamat csökkenéséhez hasonlóan más pénzügyi termékekre is átgyűrűzik, és további kamateséshez vezet, ami az előbb már elmondott dolgok miatt jó. Olcsóbb hitel, egyenlő több pénz. A jegybank nem csak állampapírokat vehet, hanem vállalati kötvényeket is. Ráadásul ezt megteheti az elsődleges piacon, ami azt jelenti, hogy kibocsátáskor felvásárolhatja ezeket a kötvényeket, vagyis közvetlenül hiteleket nyújthat vállalatoknak. A Covid-válság leküzdésére a gazdasági válaszok végül is leírhatók két szóban. Extrém pénzszórás. Kérdés, hogy mindez nem vezet-e inflációhoz. A Keynesiánok kritikusai szerint pont az a probléma ezzel a válságkezeléssel, hogy inflációhoz vezet. 2021. novemberében az árszínvonal 7,4%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ami jóval magasabb, mint a kitűzött 3%-os inflációs cél, és az előrejelzések szerint jövőre is 5% körül lesz a pénzromlás. Az MNB erre már reagált is az alapkamat emelésével. Hogy mi köze az alapkamatnak az inflációhoz, arról már ebben a videóban meséltem. Persze ez az infláció nem csak a magyar gazdasági járványkezelés eredménye. Nagy szerepet játszik benne, hogy külföldön is emelkednek az árak, ráadásul a forint is gyengült, vagyis forintban kifejezve is nőtt az importált termékek ára. A globális lezárások alatt gyárak álltak le, kikötők zártak be, ami miatt számos termékből hiány alakult ki. Tipikus példa a mikrocsip.
az autóipar is megszenvedte a koronavírus okozta nyersanyaghiányt. A chiphiány miatt globálisan nagyjából 7-8 millió autóval gyártottak kevesebbet. A magyar gyárakban, mint ahogy más országokban is, csökkentett termelés folyik. Mikrocsipek nagyjából minden elektronikai termékbe kellenek, a telefonoktól az autókig, de a termelés visszaesése miatt a keresletük jóval meghaladja a kínálatukat, így minden olyan termék ára megemelkedhet, amiben mikrocsip található. Emellett az energiaválság is tombol. Ez a grafika nagyon jól szemlélteti azt, hogy hogyan ugrott fel az ötszörösére a gázára. A villany is hasonló mértékben drágult, az áramért négyszer kell többet fizetni, mint tavaly. Az üzemanyagárak drasztikus megemelkedését egyelőre úgy próbálja megállítani a kormány, hogy egyszerűen megtiltotta, hogy a benzinkutakon 480 forintnál drágábban adjanak benzint és gázolajat, amelyik út pedig ezt megszegi, azt bezáratják. A recessziónak vége, de a szokásosnál jóval nagyobb állami túlköltekezés továbbra is folytatódik, a Covid-válságból pedig egy jó nagy adag államadóssággal fogunk kijönni. Az infláció is növekedni kezdett, ennek megállítására pedig valószínűleg további kamatemelésekre lesz szükség. És persze itt van egy újabb Covid-variáns, az Omikron. Ha emiatt újabb lezárások lesznek, akkor akár újabb recesszióba is kerülhetünk. De mivel közben az infláció is ijesztően emelkedik, újabb kényszféle állami pénzórásra valószínűleg nem lesz lehetőség. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, mert nagyon sokat jelent számomra, hogyha van bármi kérdésed, akkor nyugodtan írd meg kommentben, és hogyha szeretnél több hasonló tartalmat látni, akkor iratkozz fel! Várlak vissza a következő videómban. Sziasztok!